Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, Márti Zsolt vagyok, a Syngenta Kft-nek a munkatársa. Ebben a kis videóban a csontiasokról szeretnénk egy kicsit beszélni, nyilván ami aktuális. De mielőtt belevágnánk a aktuális teendőkbe, mindenféleképpen írom most beszélni egy kicsit, hogy mi történt velük a télen. 20-as, 21-es tél inkább az átlagosan egy kicsit melegebbnek mondható, nem voltak igazándiból nagy fogyok. 15 fok alá nagyon kevés helyen ment az országban a hőmérséklet, de sajnos hó nem volt. Ennek ellenére érdekes, hogy elég sok gyümölcsösben található téli rügyfagytár, ami főleg annak köszönhető, hogy február közepe táján nagyon fölmelegedett az idő, sok csontias, főleg a kajszi úgy érzékelt, hogy itt a tavasz, és utána, ami a február végén volt kicsit hidegebb sok helyen, akár mínusz 12 is, ez ezeket a megindult ügyeket sajnos elfogyasztotta. A kajszítés, illetve a csontiasok is mindenféleképpen irgalmas egy rezes lemosásban részesíteni ebbe az időszakban. Mindenki tegye meg, aki még eddig nem tette meg. Ha rezes lemosásról beszélünk, akkor mindenféleképpen meg kell említeni a Syngenta új részkészítményt, a Copranto Duo-t, ami nevéből is fakadóan Duo, két típusú rész, egy részhidroxid és egy dihidroxiklorid hatóanyag van benne. Amint tudjuk, a részhidroxid ad egy azonnali hatást, a gyomorbetegségek ellen a dihidroxiklorid pedig egy pár napig elhúzódó, akár egy hétig elhúzódó hatást. Így a Copranto Duo alkalmazásával ezeknek a rövid távú és a hosszú távú előnyös tulajdonságait is tudjuk hasznosítani a gyümölcsöseinkbe. Az időjárás úgy mutatkozik, hogy pár napon belül nagy valószínűséggel megjön a tavasz, akkor pedig a csontiasaink, ugye először a kajszi, utána megy, cseresznye, őszi barack, szilva, ebben a sorrendben szépen elkezdenek meg virágozni. Innentől kezdve, főleg, hogyha lesz egy kis csapadék, de erős, elég egy erősebb reggeli harmat is, a virágfertőző monélia nagyon komoly károkat okozni. A változékony időjárás miatt olyan készítményt kell választani a virágfertőző monília ellen, ami hidegben, melegben is, csapadékos és szárazabb időjárásban is tökéletesen működik. Ilyen készítmény a Syngentának a pórus nevezető készítménye, hűvösben, visszahűlő időben is, melegben is, napsütésben is működik. Sokan azt hiszik, hogy később már ezt nem lehet használni, mert csak hidegben működik. Ez téveszme, jó időben is bármikor lehet használni. A fő tulajdonsága az, hogy hűvösben is működik, az azt jelenti, hogy esetleg meleg időjárásban nem lehet használni.